Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megoldódott a csapadék vízelvezetés a település egy részén, 200 millió forintos fejlesztést adtak át Csikostöttősön. Fejlesztések a Tolna megyei szakképzési centrumban, legfőbb cél a tanulók és a dolgozók komfortérzetének növelése. Elkezdődött a medvehagyma szezon, legyünk elővigyázatosak a gyűjtésével. Okos zebra Pakson, LED fény hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. Megoldódott Csikostöttős egy részén a csapadék vízelvezetés problémája. A település ugyanis 200 millió forintos állami támogatást nyert a fejlesztésre még 2019-ben. A beruházás átadóján részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke is, aki elmondta, az idén elindult TOP pluszban is számos fejlesztési lehetőségre lehet majd pályázni. Közel 200 millió forintos beruházást adtak át Csikostöttősön, ahol a terület és településfejlesztési operatív programon elnyert összegből a Szabadság utcától a Hunyadi térig föld alatti csőrendszerrel, míg a Hunyadi tér nagy részén és a Béke utcában pedig nyitott rendszerrel oldották meg a csapadékvízelvezetést. A vízelvezető rendszerek kiépítése mellett egységes kapubejárók és burkolt árkok is készültek az elnyert közel 200 millió forintos összegből. A TOP mellett a vidéki falvak elsődleges pályázati forrásait a Magyar Falu program biztosítja, hangsúlyozta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 2022-ben is újabb 70 milliárd forinttal írta ki a kormány a Magyar Falu pályázatokat, a program pályázatait. Különböző célokra már rengeteg pályázat érkezett be, ezeket most folyamatosan bírálják. Remélem az, hogy minél több településnek, minél több elgondolása nyertes lesz. A Tolna megyei településeken számos beruházás készült el a terület és település fejlesztési operatív programon elnyert összegből, mondta el Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke. Tehát az előző ciklusban Tolna megye 40 milliárd forintnyi összeget használt fel a területi operatív programra szánt Európai Uniós forrásokból. A települések átérezték ennek a folyamatnak a lényegét, megérezték, hogy itt lehet fejleszteni, megérezték azt, hogy a Tolna megyében élő embereknek jobb lehet a lehetőségük az elkövetkező időszakba, és kiváló pályázatokat nyújtottak be. A TOP 2019-es nyertes pályázatának köszönhetően Csikostöttős jelentős részén oldódott meg a csapadék vízelvezetésének problémája. 3322 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.824.089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 66, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.961 főre emelkedett. 2205 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.400.000-en kaptak. Tolna megyében 60 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 38.736-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Eddig több mint 1 milliárd forint értékben történtek fejlesztések a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban. Dömötör Csaba kancellár elmondta, hogy a mesterséges intelligencia is megjelent a centrum intézményeiben, amely már a mindennapos oktatás részét képezi. Hozzátette, arra törekszenek, hogy a tanulók és a dolgozók komfortérzete egyre magasabb legyen. Közel 1,8 milliárd forint értékben történtek fejlesztések a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben az elmúlt 3-4 évben, mondta el Dömötör Csaba kancellár. Hozzátette, ez idő alatt mindig törekedtek arra, hogy minden iskolára elegendő mértékű összeget fordítsanak. Ezek döntő többségében szakmai eszközök, informatikai eszközök, IT eszközök, illetve épületfelújítások. Külön kiemelném azt, hogy az épületfelújítások között teljesen új épületbe, egy megújult épületbe tudtuk költöztetni Bonyhádon a Perc Amor iskolát.
A kancellár elmondása szerint mind a 8 oktatási intézmény épülete valamilyen szinten megújult. Többek között Szekszárdon, a Bezerédi István Technikumban jelenleg is folynak a nyílászáró cserék. Máshol homlokzat vagy éppen vizes blokk felújítás történt. A vezetőség arra törekszik, hogy a tanulók és a dolgozók komfortérzete egyre magasabb legyen. Továbbá a műszaki területen is jelentős fejlesztések zajlottak. Az Adi iskolánkban kialakítottunk egy olyan speciális gép- és járműgyártáshoz tartozó tanműhelyrészt, ahol már preparált autókon szintén nagyon korszerű eszközökkel tudnak tovább dolgozni. Ezen kívül a mesterséges intelligencia is megjelent a centrum intézményeiben, ugyanis minden iskolában kialakítottak egy-egy okos termet, ahol az eszközök egymással is kommunikálnak, és a tanulók korszerű digitális technológiákkal tudnak dolgozni. Dömötör Csaba elmondta, mindezt már a mindennapos oktatásba is bevonják. Zavartalan Magyarország gáz- és kőolajellátása, jelentette be Szijjártó Péter pénteken Facebookon közzétett videójában. A felvétel apropóját az az álhír adta, miszerint a Bulgárián keresztüli gázszállítások a jövőben nehézségekbe ütköznek. A külgazdasági és külügyminiszter személyesen hívta fel az érintett feleket, és derítette ki, hogy ez nem igaz, így Magyarország gázellátása továbbra is biztonságban van. Ugyanezt tudom elmondani önöknek a kőolaj szállítások tekintetében is. A kőolaj minden nap szerződés szerint érkezik. A Barátság kőolajvezetéken naponta 19 és 20 ezer tonna közötti mennyiség érkezik, ez is zavartalanul a szerződéseknek megfelelően ütemezetten. A meccsekben bukkantak rá egy szovjet gyártmányú 50 mm-es aknavető gránátra. A helyszínre érkezett tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy a robbanóeszköz szállítható állapotú, így azt későbbi megsemmisítésre a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték. A honvédségi tűzszerészek felhívták a figyelmet arra, hogy ezek a robbanótestek sok évtizednyi rejtőzködés után sem veszíthetnek robbanóerejükből, tehát rendkívül veszélyesek. A tavasz első hírnöke az erdőkben fellelhető medvehagyma, amit előszeretettel gyűjtenek a kirándulók. Számos étel alapanyagaként és fűszereként szolgál, viszont szedése kapcsán nem árt tisztában lennünk pár dologgal. Riportunkból megtudhatják, mire kell figyelni ennek a tavaszi csemegének a gyűjtése során. Medvehagymától zöldelnek a Tolna megyei erdők. A februári enyhe időjárásnak köszönhetően hamar elkezdett kibújni a föld alól a növény, növekedésének viszont gátat vetettek a márciusi fagyok, így az elmúlt évekhez képest idén picit később, az elkövetkezendő 1-2 hétben érdemes majd elindulni és begyűjteni ezt a tavaszi csemegét. Az erdőkben számos helyen fellelhető, gyűjtése során viszont egy nagyon fontos dologra kell figyelni. Nem szabad összekeverni a gyöngyvirággal, aminek a levele mérgező. A legfőbb különbség a kettő között az abban rejlik, hogy a medvehagymának, hogyha megdörzsöljük a levelét, akkor medvehagyma, tehát hagyma illatú a levél, fokhagyma, hagyma illatú, erős illatú a levél, a gyöngyvirágnál ez nem tapasztalható. De én azért arra intek mindenkit, hogy aki ebben nem biztos, nem jártas, az ne kísérletezzen vele. A medvehagyma közkedvelt fűszernövény, számos étel alapanyagaként is szolgál, de nyersen is bátran fogyasztható, hiszen vesetisztító, emésztéssegítő, általános közérzetjavító hatása van. Fokhagymára emlékeztető íze miatt a felhasználása széles körű. Az a cél, minél kevésbé főzzük, pároljuk, minél több ásványi anyag, vitamin benne maradjon, de hogyha főzni szeretnénk, akkor akár mártásokba, akár levesnek, krémlevesnek, azt is fogunk egyet csinálni, de húsokat tölthetünk vele, tésztába belesüthetjük, köretnek adhatjuk. Saját fogyasztása fejenként naponta 2 kiló mennyiség szedhető. Kereskedelmi célra gyűjtött medvehagyma és az abból készített termékek árusítása már engedélyköteles. Itt mennyiségtől függetlenül is engedélyt kell kérni az erdőgazdálkodótól. Természetvédelmi oltalom alatt álló és a magántulajdonban lévő erdőkben már a saját felhasználásra gyűjtött növény is engedélyköteles. Okos zebrát adtak át Pakson a lakótelep kiemelten nagyforgalmú gyalogátkelőjénél. Az útburkolatba elhelyezett villogó ledes fény hívja fel az autósok figyelmét az éppen áthaladó gyalogosokra.
Két figyelőkamerát is kihelyeztek, a kétsávos paksi okos zebra költsége 2,8 millió forint volt, melyet többnyire saját forrásból biztosított a paksi önkormányzat. A település vezetősége 2022-ben mintegy 30 millió forintot különített el további okos zebrák kialakítására. Ez a babakocsi toló nagypapa nagy biztonsággal kelt át az okos zebrán. Az autósnak villogó ledes fény jelzi, ha a gyalogos közelít, vagy éppen áthalad a zebrán. A Safe Cross okos zebra rendszer keretében az út két szélén elhelyezett kamerák érzékelik a gyalogosok áthaladását. Az okos zebrát Pakson a lakótelepen az Atomtér és a Rákóczi Ferenc általános iskola között hozták létre a Gagarin úton. 21. századi színvonalon biztosítja a gyalogos forgalmat, a gyalogátkelő helyen átmenő forgalmat, és hogy miért ide telepítettük, hogy miért itt van az első fecske, ha lehet ezt így mondani, az okos zebrák tekintetében, hát azért, mert az egyik legforgalmasabb gyalogátkelő helyez itt Pakson. Itt a Gagarin úton naponta 2000 gépjármű halad el, ezt a gyalogátkelő helyet pedig több mint 1300 iskolás, óvodás, bölcsödés is használja naponta szüleivel. Az úttest közelében egy család játszik. Az anyuka mondja, ők naponta többször is átkelnek ezen a zebrán. Két gyerekes anyukaként nagyon sokat járunk erre, úgyhogy... Nagyon, nagyon jónak találom, hogy ezt ide telepítették elsőnek. Ez az első Safe Cross okos zebra az Atomvárosban, de továbbiakat terveznek telepíteni. Gyermekeink védelme elsődleges számunkra, és szeretnénk folytatni is természetesen az okos zebrák telepítését. Erre a költségvetésben el is különítettünk egy nagyon komoly összeget, közel 30 millió forintot, és a további okos zebrákat is hasonló helyszíneken, forgalmas helyszíneken. 2022-ben újabb 7 okos zebra kialakítását tervezi a paksi önkormányzat. A most átadott okos zebra költsége 2,8 millió forint volt. Ezt önrészből, illetve pályázat útján biztosította a paksi önkormányzat. Az országban az elmúlt években közel 200 okos zebra épült, ezzel jóval csökkentve a gyalogos balesetek számát. Március 18-a Sándor napja, a népi hiedelem szerint az első igazán meleget hozó nap. Ahogy a mondás is tartja, Sándor József Benedek zsákban hozza a meleget. Ezek a napok vetnek véget a fagyos télnek és veszi kezdetét a termékeny tavasz. A népi regula szerint, ha Sándor napján szép az idő, jó termés várható. Bizonyos vidékeken a zab és árpa vetésére legalkalmasabb napnak tartották. A pécsi egyházmegye püspöke áldotta meg a szekszárdi Szent József katolikus iskolát. Az intézmény közel 400 millió forintos felújítása már a tavalyi évben elkészült, de a koronavírus járvány miatt nem kerülhetett sor az áldásra. Felföldi László megyés püspök az eseményen elmondta, hogy a szellem, a lélek és a test hármassága alkotja azt az egységet, amit az egyházi iskolák képviselnek. A diákok énekkel köszöntötték Felföldi László megyés püspököt a szekszárdi Szent József katolikus iskola udvarán, és ezzel kezdetét is vette a felújított intézmény megáldásának ünnepsége. Kérjük ma Isten áldását erre a felújított iskolaépületre, mindazok, akikre itt gyermekek oktatását bízzák. Az iskola épületét közel 400 millió forintos támogatásból újították fel. A beruházással már tavaly elkészültek, de a koronavírus járvány miatt nem kerülhetett sor az iskola ünnepélyes megáldására. Egy gyönyörű ajándék, hogy egy ünnepben, mint egy ünnepélyesen átadjuk, és kérjük az Isten áldását az egyházi iskolára. Az egyházi iskolának a titka, a mélye ugyanaz, mint a mindennapi életnek, az ember személyes életének a titka, hogy jól álljon ebben az életben, stabilan tudjon állni. Azt kell tudni a háromlábú székről, hogy a legstabilabb szék. Amikor a talaj nem egyenes, vagy zavar van a talajban, akkor az a legbiztosabb. Ezzel a hasonlattal magyarázta el a pécsi püspök a katolikus iskola diákjainak, hogy ez a szék azt a hármasságot jelképezi, amik az egyházi iskolák vezérfonalát jelentik a mindennapi életben. A legstabilabb szék az a háromlábú szék, az nem billeg, akkor sem, ha esetleg valami nem egyenes a lábak alatt, hanem legstabilabban lehet elhelyezni, és ilyen az emberi élete is. Hogy ahogy van a testünk,
a szellemünk, a lelkünk, ez olyan, mint egy háromlábú szék. És ha az egyikre nem figyelünk, az egyikkel nem törődünk, akkor viszont elbillen, akkor összetörik az egész. Ezt akarják átadni a gyerekeknek, hogy felnőve ezáltal érett, értelmes, keresztény emberekké váljanak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. 10 milliárdos beruházás ért véget, vízkiviteli mű épült a Dráva mentén. Új tornaterem Mohácson 1,2 milliárdos támogatásból épült a gimnázium tulajdona. Böllér Fesztivál Kőröshegyen tucatnyi csapat versenyzett a nemzetközi megmérettetésen. Egy több mint 10 milliárd forintos projekt zárult le Dél-Baranyában a Dráva folyó mentén. Az Ősdráva program keretein belül vízkiviteli mű épült, melynek célja a csapadékvíz hasznosítása, a vízpótlás, illetve új vizes élőhelyek kialakítása. A záróeseményen elhangzott, hogy ez a beruházás az országban is egyedülálló. Lezárult az Ősdráva program, melynek keretében vízkormányozó, vízpótló rendszert alakítottak ki az ormánságban a Dráva folyó mentén. A projekt záró eseményét Sejjén tartották, ahol elhangzott, hogy ez nem csak a térségben, hanem az országban is egy egyedülálló beruházás. Ilyen jellegű fejlesztés korábban Magyarországon még nem valósult meg. Ez a fejlesztés a kor kihívásaira, az időjárás változásra, kevés csapadékra próbál meg választ adni. Úgy tűnik, hogy sikerrel. Óriási területet érint, és reményeink szerint a talajvízellátást, illetve az öntözést elő fogja segíteni, illetve olyan vizes élőhelyeket teremt az élővilág számára, amik a projekt megvalósulása nélkül nem jöhettek volna létre. Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke, aki azt hangsúlyozta, hogy ez több szempontból is egy ünnepi pillanat a megye lakosságának. Nem csak azért, mert a magyar kormány támogatással több mint 10 milliárd forintból jött létre ez a projekt, amely önmagában műszaki értelemben is egy bravúr, hiszen olyan műtárgyak kerültek beépítésre a vízkivételi műben, amelyek Magyarországon is egyedülállóak, de az itt élők szempontjából a jelentősége az sokkal inkább abban áll, hogy azt a problémát, amely az itt élőknek az egyik legnagyobb problémája, hogy néhány esztendővel, néhány évtizeddel ezelőtt kiszáradtak az ormánsági családi házak portáinak kutak, azt reméljük, hogy ez megváltozik, és visszatér a víz a kutakba. A vízkiviteli mű mellett épültek csillapító, duzzasztó és oldalműtárgyak, de már most kialakult új vizes élőhely is, például Körcsönye pusztán. A hosszú távú cél, hogy a projekt lendületet adjon a térség Dél-Baranya fejlődésének. Átadták a Mohácsi Kisfaludi Gimnázium új tornatermét. A kézilabdapálya nagyságú ingatlant 1,2 milliárd forint támogatási összegből építették. A terület országgyűlési képviselője azt mondta, a Dunaparti városban jól kiépült a sportlétesítmények rendszere. Zenés műsorszámok, tánc, sportbemutatók, ezekkel készültek a Mohácsi Kisfaludi Gimnázium tanulói csütörtökön. Az iskola új tornatermének átadását ünnepelték. Az eseményen beszédet mondott a térség országgyűlési képviselője. Hargita János kiemelte, hogy jól áll Mohács a sportlétesítmények terén, nem úgy, mint Pécs. Végig éltük azt a fejlődést, annak a sportpiramisnak a fejlődését is, amit egy település nézőpontjából élünk. Már azt mondhatom, hogy Mohácson azt gondolom, hogy megvan mindenünk, MTL-t még ide hozhatom, megvan mindenünk, ami ebben a sportpillanatosban kell. És azt is mondtam, hogy megvan Budapesten is minden. Pécsről nem tudok érdemben szólni, Pécsen nincsen semmink. Pécsen nincs korszerű uszodánk, nincsen labdarúgó stadionunk, nincsen korszerű kézilabda csarnokunk, nincsen semmink. A gimnázium tornacsarnokát 2020-ban kezdték építeni. A megvalósítást 100%-ban pályázati forrásból fedezték. Az épület kialakítása 1,2 milliárd forintba került. Korhelyleves, hurka, kolbász és oldalas is készült a Somogy megyei Köröshegyen, ahol 10. alkalommal szerveztek Böllér Fesztivált. Idén 12 csapat mérte össze tudását. Igazi falusi hangulatot varázsoltak hétvégén Köröshegy központjába. A hagyományos disznóvágás folyamatát elevenítették fel a Böllér Fesztiválon, amelyen Sóvárad, mint testvértelepülés is képviseltette magát. Nálunk szokott lenni a hagyományos disznóölés, akkor készítünk káposztalélevest, korhelylevesnek is hívjuk ezt mi. Nem tudom, mennyire ismerős ez itt az önök környékén,
most már mondaná azt is, hogy tudom, hogy nem mindenütt gyakorolják ezt a fajtáját, és a hurkát, kolbászt, azt mi nálunk ugye egy picit másképp értelmezzük, tehát a húsból készült hurkát, azt kolbásznak nevezzük mi. A fesztivált már 10-szerre rendezték meg a településen. 12 csapatunk érkezett, az idei a 10-ből ér fesztiválunk, sajnos a Covid miatt ugye pár évünk kiesett. Ez a Böllér Fesztivál most arról is szól, hogy volt egy olyan ember, aki ezt az egészet elkezdte annak idején. Ő sajnos meghalt, és ezt az ő tiszteletére rendeztük. A Böllér Fesztivált hagyományosan egy bállal zárták a településen. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Megoldódott a csapadékvízelvezetés a település egy részén, 200 millió forintos fejlesztést adtak át Csikostöttősön. Fejlesztések a Tolna megyei szakképzési centrumban, legfőbb cél a tanulók és a dolgozók komfortérzetének növelése. Elkezdődött a medvehagyma szezon, legyünk elővigyázatosak a gyűjtésével. Okos zebra Pakson, LED fény hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. Szombaton előre láthatólag sokfelé lesz hajnalban gyenge fagy, majd napközben plusz 10 fok köré várható a maximum hőmérséklet. Túlnyomó részt zavartalan napsütés lesz jellemző, mérsékelt, néha kissé élénk keleties légmozgással. Éjjel csillagfényes, derült égbolt várható, országszerte fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Vasárnap és hétfőn is folytatódik a túlnyomóan napos, száraz időjárás egyre magasabb napi átlaghőmérsékletekkel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!